nemes liberalizmus, ez még ugye az a kor, amikor a Losonc Alpár filozófus a liberalizmusról tartott előadást a Naplókör összejövetelén az Újvidéki Színház nagy termében. A képzőművészeti rovaton belül Tolnai Ottó író egy Konyovics és egy Musics alkotáson keresztül értekezett a festészetről. Ma is létező fontos térség ez nekem, a képzőművészetnek, irodalomnak köszönve, és én ebben a térségben mozogva, erről beszélve, próbálok részese lenni ennek a Naplókörnek, ahol persze sokszor központba kerülnek napi politikai kérdések, de én próbálok egy másik dimenzión dolgozni. Pressburger Csaba újságíró a Vajdasági Magyar Szövetség bejelentett nyitásáról készült beszélni. Az aktualitásokra hivatkozva végül a Második Nyilvánosság Facebook csoport kedden kiadott közleményét olvasta fel, amelyről a Pannon RTV is beszámolt. Bódis Gábor, a kör tagja elmondta, az önmagukat szabad elvűnek valló asztaltársaság azért jött létre, hogy a véleményük szerint háttérbe szorult, állításuk szerint független értelmiségiek is kifejthessék álláspontjaikat. A mi ötletünk az volt, hogy valamiképpen a vajdasági magyar és nem csak magyar értelmiségiek, független értelmiségiek valahogy hangot adjanak a szavuknak, hogy beleszólhassanak legalábbis kívülről a vajdasági magyarság ügyeibe. A Naplókör 3 éve alakult, összejöveteleiket azóta is rendszeresen tartják Vajdaság területén.